Halió, sziasztok, üdvözöllek titeket egy elég speciális dologban. Itt van mellettem Eszter. Sziasztok! Eszterrel a videós gárán ismerkedtünk meg egymással, ő is az utazás kategóriában volt jelölt, hogy Amerikában élt kint. Rohadj meg! A sztori annyi, hogy jóga oktató és amúgy angol tanár is egyben, és most kijöttünk a Margit szigetre fotózni, és csináltunk ennek egy másik részét ennek a videónak, amit ide kattintva ide jobbra fönn, csak most teli van a kezem, nem tudok mutatni. Az én csatornámon lesz. Igen, az Eszter csatornán lesz fent, ott pedig a Magyarország és a külföld közötti különbségekről fogunk beszélni, mint megélhetés, mint életvitel, anyag, és mindent megpróbálunk átvenni az én szemszögemből is. Eszter szemszögéből most pedig fotózni fogunk, úgyhogy legyetek ma is velünk. Jó, remélem, itt van árnyékos rész, tehát elkezdjük a fotózást, jó? Eszter elment öltözni, én pedig kiválasztottam ezt a helyszínt, a Margit sziget, ami szerintem nagyon jó lesz. Innen fogunk fotózni nagyjából arra. Hoztam vakut, többet is, szóval be fogom nagyon világítani, és meg fogom nektek mutatni, ha nagyon erős verőfényes napsütésben fotóztok, és ez nem építészeti fotó lesz, akkor hogyan tudjátok egyébként exponálni úgy a képet, és úgy fotózni, hogy egyébként ez jó legyen, vaku használata, elhoztam az a nagy mikroszatos vakumat, tudjátok, hogy már bemutattam nektek, megtaláltuk az első helyszínt, ez nagyon egyszerű lesz, Eszter már félig meddig bemelegített, már az első pozícióra kész. Na, a setup az annyi, hogy kihoztam egy nagy vakut egyébként a nagy teljesítménye miatt, viszont nem hoztam rá reflektort, én barom, de mindegy, így is elég az ereje. Hátul pedig Eszter mögött van egy ellenfény, ami kicsit így majd a, hogy is mondjam, szóval Eszternek majd az oldalra fog kicsit rámenni, és így a háttértől el fogja választani. Háttér egyébként ilyen boké és háttér lesz, teljesen el lesz mosva, jó lesz a hangulata. Ahhoz képest, hogy verőfényes napsütés van, a vakuk megoldják ezt, hogy kicsit alul exponálom a képet, és a vakuval pedig visszahúzom ezt az expozíciót. Amúgy egy 70-200-al fogom fotózni, itt van a kioldó, ahogy már megszokhattátok, és hogy elkezdjük a pozíciókat lefotózni. Ezzel a kompozícióval kész is vagyunk, átmentem a következőre, itt pedig egy kicsit mélyebb háttér lesz, ami sokkal világosabb, így még jobban alul kell exponáljam a képet. Most Eszter pedig azon a gyönyörű piros szőnyegen fogja csinálni a gyakorlatokat, ugyanaz a setup, hátul van ott egy ellenfény, ott megmutatom az objektívvel, itt a főfény, itt egy Eszter, de Eszter most oda megy a piros szőnyegre. Na, a locsoló megy a háttérben. Ja, nem tudok beszélni. Gyerekek, szóval ennyi lehet volna ez a videó, remélem tudtam pár hasznos dolgot mondani nektek. Tudom, kicsit rövidebb sikerült, majd a következő kicsit hosszabb lesz. Most pedig ugorjatok át Eszter csatornája. Oké, akkor ezt a részt én mondom. Jó. Szóval ennyi lett volna Gergő vlogja. Tehát, hogy egy kicsit rövidebb sikerült, de szerintem azért tudod pár hasznos tanácsot adni, ugye? Ilyen kicsi fotózással kapcsolatban. Legyetek jó, köszönjük, hogy megnéztétek. Sziasztok.